te nem. Mondtam, hogy tejföl is kell. De már tegnap vettél tejföl. De elfogyott a tésztából. De nem igaz, még anya, két kanál. Apa, szeretnék kérni valamit. El szeretnék a barátaimmal menni, találkozni. Már megint? Egymással lógtok? Nem, mi az, hogy megint? Két hete találkoztunk utoljára. Akkor sem mehet. A válaszom nem. Mit csináljak akkor, hogyha a szüleim nem engednek el a barátnőmmel találkozni? Öltöztesd be a barátnődet szerelmének is, hívd át, hogy valamit megjavítson. Mondtam, hogy nem kéne lecserélni a gombost. Ez világít. Majd én kinyitom. Ki az? Ki ő? Csak a szerelő, biztos a... Mindegy, majd én mutatom, arra kell a szerelni való szerelni. Találj ki valamilyen ürügyet, és küldd el a szüleidet vacsorázni. Hello! Már felejtettetek el valamit? Mit? Mindketten elfelejtettétek. Van a házasság évfordulótok. Van egy ötletem, mi lenne, ha elmennétek vacsorázni, én pedig majd befejezem. Jó, ez jó. Menjetek gyorsan. Szia! Elmentek! Tényleg? Igen, van kedved valahol elmenni? Mondjuk enni? Nem, igen. Persze, menjünk el a kaktori étterembe, ami most itt nálatok. Jó, rendben. Értem, megyek. Oké, félre, megyek. Szia, puszi! Szia, puszi! Szökjél hajnalban, és tegyél úgy, mintha te lennél az ágyban. Bálint! Mondd meg a szüleidnek, hogy együtt fogtok tanulni a barátnőddel, biztos meg fogják engedni. Mondtam, hogy hozzá krumplit is! Anya, apa, azt találtam ki, hogy délutánként tanulhatnék Nórival. Oké, legyen. Szóval, miért nem hoztál krumplit? Nem férte le a kosárba. Bezzeg a sört beleférni! Én ezt nem bírom.